Ölelőművészet művészet címmel képzőművészeti és egyben jótékonysági rendezvényt tartottak október 25-én a természet házában. A Kecskeméti Művészeti Szakkör tagjai, akik az utóbbi két évben a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatósága jóvoltából a természetházában alkothatnak, négy éves tevékenységük összegző kiállítását a látogató központban rendezték meg, nagy közönség érdeklődés mellett. A 28 kiállító között van 12 éves általános iskolás diák, gyakorló fogorvos és 70 év feletti nyugdíjas egyaránt. Képzettségüket, felkészültségüket tekintve is nagyon sokféle a kép. Ami közös bennük, hogy a különböző technikákkal és témákban készült képek kivétel nélkül az élet igenléséről és a természet szeretetéről szólnak. A kiállítás képeinek nagy része néhány magántulajdonban lévő mű kivételével megvásárolható. A befolyt vételáról az alkotók szinte teljes egészében a Kiskunsági Nemzeti Park alapítványát és ezzel a természet megóvását támogatják. A kiállított 84 alkotás és a vele párhuzamosan látható gyermekrajzpályázat legsikeresebb munkái október 31-ig látogathatók a természet háza nyitvatartási idejében.